Szeretettel köszöntöm nézőinket. A jogos kérdés mai adásában kettesben lehetek dr. Nadrai Katalin ügyvédnővel, mert olyan munkajogi foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket önök az e-maileken keresztül, és így személyesen is szóban is kérdezgettek tőlünk, és úgy gondoltuk, hogy itt a nyár elején egy ilyen munkahelyi problémákkal, munkahelyi joggal kapcsolatos összefoglalás jó lenne, hiszen ugye ilyenkor nyáron nagyon sok új foglalkoztatási lehetőség nyílik. Így van, így van. Nagyon sok kérdést kaptunk a munkavilágából, és nyáron ez különösen aktuális, részben a diákmunka, részben pedig az idény munka szempontjából, hiszen a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turisztika rengeteg sok munkaerőt tud felszívni, és sajnos ezek a területek azok, ahol az úgynevezett szabálytalan foglalkoztatás a leggyakoribb. Na most a diák munka az tulajdonképpen nagyon sokak szemében nem ugyanolyan munka, olyan értelemben, hogy szerződésileg nem kell úgy megalapozni, nem kell annyira körültekintően megnézni, hogy mik a működési feltételek, vagy mik a munka feltételek. Az ügyvédnő szerint is így van? Nem. A diák munka ugyanolyan munka, mint bármilyen munkaviszony. A munkatörvénykönyve kimondja azt, hogy 16 éves kor a foglalkoztatás alsó határa, tehát ezt azért illik betartani. Ami speciális lehet itt a diákmunkáknál, hogy... Bocsánat, akkor tiszteltük, de 16 éves kor alatt tilos. Munkaviszony nem létesíthető, így van, így van. Ami speciális lehet ezeknél a foglalkoztatásoknál, a diákmunkánál, az úgynevezett iskolaszövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatás. Ilyenkor nem közvetlenül a munkavállalóval, a diákkal köti meg a munkáltató a szerződést, hanem az iskola szövetkezet mintegy bábáskodik a diák munkavállaló felett, figyel arra, hogy szabályos legyen a foglalkoztatás, nem csak a munkaszerződés megkötése, hanem a foglalkoztatás egész folyamata, hogy annyi időbe, olyan munkarendbe, olyan munkával foglalkoztassák, és nem utolsó sorban a munkabérét is olyan módon kapja meg, ahogy ezt a törvény előírja, illetve ahogy a hasonló munkakörben foglalkoztatott nem diák munkavállaló ezt megkapja. Én azt hiszem, hogy ez főleg a diákok körében nagyon népszerűtlen kérdés lesz, amit most felteszek, hogy vajon apukákat, anyukákat érdemes-e bevonni akkor, amikor így egy 16-17 éves ifjú hölgy vagy ifjú úr elszegődik valahová? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes, hiszen apuka, anyuka már szerzett némi tapasztalatot a munkavilágában, tehát ők azért tudnak segíteni a diáknak, a gyereknek abban, hogy milyen ellátásokra tarthat igényt, munkaközi szünet, jár-e neki, nem jár neki. Ugye ezek apró kérdések, de a mindennapokban ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. Na most akkor nőjünk fel, és akkor most már a felnőtt munkavállalókat, azokat, akik ugye egész éven keresztül dolgoznak, azokkal kapcsolatban mi a javaslata, hogyha elmegyek, és azt mondják, hogy megfelelek egy munkahelyen, akkor ugye kötünk egy kétoldalú szerződést, ugye személyre szólóan nekem és a munkahely részéről, hogy vagy mi az, amire odafigyeljek. Tehát megmondják, hogy körülbelül mi az, amit kell csinálnom, és mi az, amit nekem ebben a szerződésben meg kell nézni. Mert ugye azt hinni az ember, hogy olyan sok újat azon kívül, hogy nem tudom, odállok a pulthoz, és akkor eladom a cipőket, nincs semmi különös lényeges dolog. Hát nagyon-nagyon sok lényeges dolog van ebben a szerződésben, és nagyon oda kell figyelni, hiszen ez lesz a későbbi évekig tartó munkaviszonyunknak az alapja, az alkotmánya, és bármilyen gondunk vagy problémánk van a munkáltatóval, ez lesz az a dokumentum, ami megmondja, hogy mit kell csinálni, illetve a feleknek hogyan kell eljárni. Ugye a munkaszerződésben mindenképpen rögzíteni kell a munkakört, a munkavégzés helyét, és természetesen a munka elvégzéséért járó díjazást. Ezen kívül a felek megállapodhatnak, és amennyiben megállapodnak, ezt írásban rögzíteni is kell, egyéb feltételekben is. Hogy a munkaviszonyom ellátásához kapok-e telefont, nem kapok telefont. Ezt a telefont teljesen díjmentesen használhatom, vagy bizonyos százalékát a számlának nekem kell kifizetnem. A munkába járásomhoz hozzájárul a munkáltató, nem járul hozzá. Az úgynevezett ebédszünetem, tételezzünk fel egy teljes foglalkoztatást, tehát egy napi 8 órás munkaidőt, beleszámít a munkaidőmbe, vagy nem számít bele?
Tehát ezeket a kérdéseket részben a munkaszerződésben, részben pedig a munka, az írásbeli munkaszerződés mellé kötelezően kiadandó tájékoztatóban kell a munkavállaló tudomására hozni. Ennek a tájékoztatónak az átvételét a munkavállalónak igazolnia is kell. Tehát a munkaszerződésben és ebben a dokumentumban, ez lehet több dokumentum is, tehát a tájékoztató tartalmazhatja a munkaköri leírásomat, de megkaphatom a munkaköri leírásomat külön is. És nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenki ragaszkodjon a munkaköri leírás átadásához, és ezen tájékoztató átadásához, hiszen a munka feladataim határait a munkaköri leírás fogja meghatározni. Az, hogy kinek vagyok köteles engedelmeskedni, és én kit utasíthatok, ez a tájékoztató fogja meghatározni. Tehát ezen dokumentumok átadásához a munkaviszony létesítésekor legkésőbb a munka végzés megkezdésével egyidejűleg ragaszkodni kell. Most ebben a munkaszerződésben, ebben olyan jogosultságokról, mint mondjuk, hogyha ahhoz a munkához, ahhoz a munkakörhöz mondjuk a törvény előír egy bizonyos pihenőidőt, tehát a munka 8 órai munka közbeni valamiféle pihenőket, van olyan hely, ugye, ahol ilyen 5-10 perces pihenőket kell adni mondjuk 2 óránként, vagy pedig védőitalt. Tehát ilyenről én lemondhatok ebben a szerződésben, vagy pedig fordítva például, tehát hogy kérhet-e tőlem olyat, hogy én mondjuk csak smokingba járjak dolgozni. Mondjuk főpincér vagyok. Hát itt most nagyon sok kérdés hangzott el. Kettő. Igen, csak a válasz az egyikre igen, a másikra nem. Így aztán, ha egyszerre szeretnék válaszolni, akkor igen, nem. Akkor kezdjük azzal, hogy elvehetnek-e tőlem olyan jogosultságokat, amit a törvény előír. Tehát lemondhatok-e én? Ugye a munkaközi szünetekről tudni kell annyit, hogy mindenkit 4 óra munkavégzés után 20 perc munkaközi szünet illet meg. Azt a munkáltató dönti el önállóan, hogy ezt a munkaközi szünetet beszámítja az én munkaidőmbe, vagy nem. Tehát, hogy ezt magyarra fordítsam, a fél óra ebédidőmmel együtt én napi 8 órát dolgozom-e, vagy 8 és felett? Ez nem mindegy. És erről lemondani, ez kötelessége a munkáltatónak, lemondani hivatalosan nem lehet, gyakorlatban azért mind a munkáltató, mint a munkavállaló együttműködése során a kölcsönös rugalmasság jegyében erről úgy de szoktak mondani. Egy egészen más kategória, amikor munkaegészségügyi szempontból kell 2 óránként szünetet adni, óránként fél órát szabad levegőre küldeni a munkavállalót. Ugye bizonyos gőzök, gázok, korom, por, ezek olyan egészségre ható káros tényezők, ahol kötelező a munkavállalót megvédeni, vagy lehetőség szerint óvni ezektől a káros hatásoktól. Ilyenkor védőételt, védőitalt, kötelező munkaközi szünetet ír elő egyrészt a munkavédelemről szóló törvény, másrészt pedig minden munkáltatónak kötelező csinálni egy úgynevezett munkavédelmi szabályzatot, és ez az a kategória, amiről nem lehet lemondani. Tehát sem formálisan, sem informálisan azt, hogy a munkáltató ezt biztosítsa a munkavállaló részére, azért őt felelősség terheli. A másik, amit kérdezett, a smoking, igen, a munkáltató előírhatja. Azt, hogy miben legyek, és igen, azt is, hogy igen, miben ne, ugye? Igen, tehát... igen. Ugye ezt a bankoknál valamennyien látjuk, amikor a banki alkalmazott hölgyek, legalábbis az ügyintézésben közreműködő hölgyek előírásosan szürke szoknyába, a kis zöld sállal. Hát, sőt, egyenruhájuk van, igen. Az így van, egy így van. Külön, ez rendszerint nem a munkáltató által biztosított egyenruha, hanem előírja a banki dolgozóknak, hogy szürke szűkszoknyába kell jönni, fehér pluszba, és a kiskendő az az egyenruha, azt én adom. Na most doktorem, bocsánat, hogy félbeszakítom, hát itt hallottunk mostanában egyetemistákról, akiknek ugye előírtak bizonyos öltözködési korlátokat, és ebből volt olyan is, ha jól emlékszem, Kaposváron, hogy pucéra jelentek meg a szemináriumokon, tehát elég nagy balhé lett ebből. Na most én, mint egyetemista, én most minek számítok az egyetemi kapcsolatomat? Tehát az nem munkaviszony, tehát akkor oda nem írhatják elő? Az egy hallgatói jogviszony.
Egyet tehet az iskola, ugye értem itt az általános iskolát, középiskolát, egyetemet is alatta, hogy az iskola és egyáltalán az oktatási intézmény hírnevéhez méltó öltözködést ír elő a hallgatóknak, illetve a tanulóknak. Tudjuk, hogy az angolszász országokban, és most már egyre inkább a több európai országban is formaruha dívik ezekben az oktatási intézményekben, középiskoláig bezárólag, egyetemen, főiskolán én ilyenről nem tudok, de megteheti azt a főiskola egyetem, hogy azt mondja, hogy bizonyos rendezvényeken lehet ez egy egyetemi előadás, lehet ez egy szeminárium, lehet egy tudományos konferencia, előírja a hallgatóknak, hogy mi az, amit nem viselhet. Semmi köze nincs ez a műsorhoz, hogy ez egy elég érdekes mentalitás egyébként például ezekben az angol középiskolákban, hogy ugye a gyerekeket 9-10-11 éves kortól ugye zakóban és nyakkendőben vannak, és hozzászok, tehát hogy ennek az lehet az oka, hogy ugye hogy az ő számára a természetes viselete a zakó és a nyakkendő. Sőt, büszkék rá, én éltem egy darabig Angliába, egy rövid ideig, és nem hogy 10-12 évesek, hanem 5-6 évesek is borzasztóan büszkék arra, hogy ennek hagyománya van az angolszász országokban, különösen Angliában, hogy ők valahova tartoznak, ők egy nyájnak a tagjai, és ők nagyon büszkék hordják ezt az egyenruhát. Hát én is jártam, és nagyon érdekes volt, amikor ilyen iskolákban a fogócskázástól kezdve az ilyen szüneti rohangálásokat, azt ilyen zakóban és nyomkendőben bonyolították a srácok, úgyhogy ez skótkockás térdigérő ruhába és fekete lakcipőbe. És ugyanúgy, mint de hogyha... ugyanúgy tépik egymás haját, mint amilyenik rövid nadrágban. Igen, mintha egy klótkatyában lennének, ugyanúgy viselkednek. Akkor térjünk vissza, tehát akkor az egyetemistáknál tartottunk, hogy végül is ugye az egyetemhez méltó, vagy az egyetem presztízséhez méltó, hagyományaihez méltó elvárás az lehetséges. És ez így van, ez ugye, így van. Ez egy közös értelmezés kérdése. Na, akkor én szerintem a ruházkodáson esünk túl, megvan, hogy kell öltözködnünk. Valamilyen módon az ember vagy megunja ő azt a munkát, amit végez, vagy őt megunják a munkahelyén, el kell válnunk egymástól. Ugye itt ez a hivatalos kifejezéssel élve, ez a munkaviszony megszüntetése, ami viszont sokféle módon történhet. Számomra az az érdekes, hogy többen vannak, akik nagyon félnek a felmondástól, tehát szeretnének elmenni, és azt próbálják, hogy inkább közös megegyezéssel menjenek el. Mekkora hátránya vagy előnye lehet az egyiknek a másikhoz képest? Ugye az, hogy a munkaviszonyt ki akarja megszüntetni, az két csoportra osztható. Most beszéljünk arról, amikor a munkavállaló gondolja úgy, hogy tovább lép. Ennek az általános módja az, hogy felmondja a munkaviszonyát, ledolgozza a felmondási idejét, és aztán elmegy. Való igaz, hogy főleg régebben, a korábbi években, ha a munkavállaló kezdeményezte a munkaviszony megszüntetését, magyarul felmondott, akkor bizonyos munkanélküliséggel járó juttatásokból kiesett. Tehát ma már ez a kör egyre szűkebb, de tény, hogy akkor, amikor ellátásokért jelentkezik a munkavállaló, a korábbi munkavállaló, és ő a munkaviszonyát felmondással szüntette meg, rendes felmondással, akkor ő a bizonyos tekintetben az ellátások körében hátrányba kerül. A közös megegyezés, az ahogy a nevébe is megvan, közös megegyezés, amit bárki kezdeményezhető a munkáltató, munkavállaló is. Én azt gondolom, hogy inkább csak árnyalatnyi különbség van a jövőbeni szempontok szerint, a közös megegyezés és a felmondás között. Elegánsabb a közös megegyezés, és egy hatalmas nagy előnye annak, hogy nincs felmondási idő. Tehát ha én megunom a munkáltatómat, és azt mondom, hogy én holnap utántól el tudnék menni egy másik munkáltatóhoz, nagyobb pénzért, jobb beosztásba. És mondjuk én lennék a főnök, és megkérdezne. Akkor ugye a főnök rendszerint azt fogja mondani, hogy nem. Én nem engedném el magát. Hiszen zavarba van, mert nem tudja pótolni azonnal a munkavállalóját, és azt mondja, hogy ragaszkodom a felmondási idő ledolgozásához, ami 30 nap.
A közös megegyezésnek van még egy előnye az, hogy nem kell a felmondási időt ledolgozni. A felmondási idő az legalább 30 nap, és elképzelhető, hogy engem, mint munkavállalót egy olyan lehetőség vár, amit 2-3-4 nap múlva be kellene tölteni, és lehet, hogy amiatt szalasztom el ezt a lehetőséget, mert le kell dolgoznom a felmondási időt. Abban az esetben viszont, hogyha a munkáltatóm nem járul hozzá a közös megegyezéshez, és le kell dolgoznom a felmondási időt, és én nem dolgozom le, az a munkaviszony jogellenes megszüntetésének minősül, és egy havi munkabéremet kell büntetésként fizetnem a munkáltatónak. Tehát ebben az esetben én azt gondolom, hogy mindenképpen a legjobb, hogyha a közös megegyezés az megvalósul a munkáltatóval. Elnézést, így közben azért említsük meg, hogy mindezek a szabályok, tehát a munkajogi szabályok, azok ugye nem a PTK-ban vannak, nem a polgári törvénykönyvben, mint ahogy ugye én erre rászoktam kérdezni, hogy most bekerült, nem került, hanem... Igen, hát ezért minden nem került ez a tájékoztatás, be a PTK-ban. A munkatörvénykönyve az a továbbra is önálló törvény maradt azzal, hogy értelemszerűen a PTK változásai miatt főleg a felelősség és a felek egymás közötti viszonya tekintetében jelentős módosulások vannak a munkatörvénykönyvben. Tehát aki nagyon alaposan el akar megülni, annak a munkatörvénykönyvet kell tanulmányoznia, hogyha ezt a témát ismerni szeretné, és profi módon szeretne a munkavilágában eligazodni. Van egy ilyen címszó is, ugye, hogy elbocsátás. Az elbocsátás az most valójában az a, hát az a felmond, tehát hogyha nekem felmond, az is elbocsátás, ugye? Tehát az ugyanaz, igen. Mert ezt nem tudják nagyon sokan, és ugyanakkor viszont van az a szomorúságos fegyelmi elbocsátás is, ugye? Az egy teljesen hát ez más. Ez most már nagyon régóta így nem szerepel a törvényben. Az elbocsátás az tulajdonképpen a felmondás. Amikor a munkáltató mondja fel a munkaviszonyt, a munkáltatónak mindig írásban kell felmondania a munkaviszonyt, és mindig indokolnia kell. Meg kell indokolnia, hogy miért mondja fel a munkaviszonyt. Abban az esetben, hogyha a munkavállaló nagyon-nagyon súlyos szerződésszegést, vagy nagyon-nagyon súlyos kötelezettségsértést követ el, akkor ez a felmondás, ez lehet azonnali hatályú is. Uh-huh. Ez már, egy fegyelmi, ez gyakorlatilag egy fegyelmi éppen azt akartam mondani, büntetés. Hogy ma már azt, hogy fegyelmi, azt nem nagyon kezeli a törvény. Egy olyan cím szerepel ebben a munkatörvénykönyvében, hogy hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása, ez a régi fegyelmi, amire csak akkor van lehetőség, hogyha a munkáltató egy belső szabályzatba előre lefekteti, és a munkavállalókkal ismerteti, hogy ő bizonyos esetekben hátrányos jogkövetkezményeket fog alkalmazni, ami lehet a kedvezményekből való kizárás, a kafetéria egyes elemeinek megvonása, a munkabér, a csökkentés az nagyon ritkán lehet, nagyon kevés esetben, de a munkabér emelésből való kizárás. Most bocsánat, hogy közbeszólok, ez nagyon fontos, hogy akkor, amikor mondjuk engem elbocsátanak, és azt mondják, hogy 2 órát késik minden nap, alszik a munkahelyén, és ezen kívül leszígyja a főnökét, hogyha nem ébreszti vel időben, hogy hazamenjen, és ezt ugye írásban megindokolják, és én ezt megkapom, ezt az írást, uh-huh. Akkor utána ezt a következő munkahelyen megkapja, vagy ez most már nincs ilyen? Tehát, hogy akkor az, hogyha valaki így dolgozott egy helyen, az egy szubjektív és egyszeri dolognak minősül, és nem kell neki ezeket a felmondási indoklásokat magával vinnie. Ugye abban az esetben, hogyha egy ilyen okiratot kap a munkavállaló, az lehet egy azonnali hatályú felmondás, és lehet egy rendes felmondás, ezt a munkáltató dönti el. Kap egy azonnali hatályú felmondás. Az azonnali hatályú felmondás az a munkavállaló dokumentumai között azért látszik. Uh-huh. Látszik, hogy itt egy azonnali hatályú munkaviszony megszületésről van szó. Tehát ez egy rossz pont, amit visz tovább az illető. De ezt a munkáltatónak nem kötelező feltüntetnie. Régebben valóban igaza van, hogy az úgynevezett, azt hiszem, akkor millapnak hívták, már nem emlékszem én sem rá, akkor a munkaviszony megszüntetésének a módját fel kellett tüntetni. Ma már ez olyan mértékben liberalizálódott, hogy
hogy felmondás. Hát ezt hazaviszem, beteszem a fiókomba. Igen, hogyha úgy gondolja, hogy jogos, akkor hazaviszi, beteszi a fiókjába. Ha úgy gondolja, hogy nem jogszerű ez a munkaviszony megszüntetés, mert nem is aludt el, meg nem is késett sokat, meg nem meg, is szitta nagyon nem a főnöket, szitta nagyon nem a főnököt, vagy ha szitta, akkor tulajdonképpen igaza volt, akkor jogorvoslatot kezdeményez, és ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyosan megemlíteni. Minden ilyen munkaviszonyt megszüntető okirat kötelező kelléke az úgynevezett jogorvoslatról való kioktatás, hogy 30 napon belül a munkáltató intézkedése ellen a munkavállaló a bírósághoz fordulhat. Ez a munkaügyi bíróság, ez ugye? A munkaügyi bíróság. Hívjuk, nagyon ez egy fontos, speciális terület nagyon fontos, a mert utána ezt a munkavállaló igényt már nagyon-nagyon nehéz érvényesíteni. Még ebben a munkai témában, a foglalkoztatási témában is szerettünk volna több mindennel foglalkozni, például a baleseti következményekkel hát és felelősséggel. De így befejezés felé arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy a doktornő tapasztalata szerint, mert erről is hallok olyat, hogy nagyon hosszú ideig elhúzódnak ezek a munkaügyi perek, és hallok olyat is, hogy riprops elintézték. Hogy vajon az ön tapasztalatai szerint az mennyire gyors a munkaügyi bíróság működése? Az én tapasztalatom szerint a munkaügyi perek időtartama az elmúlt 5 évben nagyon-nagyon lerövidült. Tehát ma már egy átlagos munkaügyi per első fokon 1 éven belül, másodfokkal együtt, másfél-két éven belül jogerősen lezárul. Ez nagyon-nagyon jó, mert ugye az alatt, az időszak alatt mind a munkáltató, mind a munkavállaló egy bizonytalan helyzetben van az egzisztenciáját tekintve. És ez mondjuk főleg a munkavállalónak eléggé komoly megpróbáltatás tud lenni, hogyha nagyon elhúzódik. Hát igen, itt is, ott is, talán gyakrabban a munkavállalóknak. Vannak természetesen egyedi esetek, amikor az én praxisomban is előfordult, hogy 2-szer helyezte vissza a másodfok első fokra az eljárást. De hát ezek a kivételek tulajdonképpen? Igen, amikor előről kellett kezdeni a bizonyítást. Hát ebbe a pakliba 5-6 év benne van. Mindenesetre ön azt javasolja, hogyha valaki nem ért egyet, úgy érzi, hogy egy sérelmes döntés született, akkor mindenképpen érdemes a munkaügyi bírósághoz fordulni. Feltétlenül érdemes. Én egyetlen egy technikai dolgot kérdezek még, és aztán lassan el kell búcsúzunk a kedves nézőktől, hogy van-e ennek valamiféle pénzigénye, tehát hogy perértékkel arányosan kell-e valamit befizetni, épp vagy nem? Épp ezt akartam mondani, hogy annál is inkább rábeszélem a munkavállalókat, mert őket ezeknél a pereknél költségmentesség illeti meg, tehát nem kell fizetni ezekért a perekért. Egyetlen egy eset van, amikor ők elveszítik a pert, akkor a munkáltató jogi képviselőjének a munkadíját ki kell fizetni. De én azt tapasztaltam, és munkáltatókat képviselő ügyvédként el is mondhatom, hogy ezt nem szoktuk érvényesíteni, vagy nagyon ritkán. Tehát érdemes a sérelmünkkel a bírósághoz fordulni. A törvény minden feltételét megadja annak, hogy a munkavállalók ezt a jogvitát, amennyiben úgy érzik, hogy igazuk van, kezdeményezzék. Hát nagyon szépen megköszönöm, ennyit tudtunk ma a munkáról beszélgetni, és akkor folytatjuk ezzel a témával is, meg folytatjuk majd más olyan témákkal is, amik a nézőinket érdekelték, például az örökléssel kapcsolatban is elég sok kérdés érkezett. Nagyon szépen megköszönöm dr. Nandai Kandorának a mai munkát is, és nagyon szépen megköszönöm nézőink figyelmét, a kérdéseiket a jogoskérdés@6oscsatorna.hu e-mail címre várjuk. Viszontlátásra!